Egy fillér uniós forrást sem kapna Budapest a 2021-27-es költségvetési ciklusban, írta a Népszava az Innovációs és Technológiai Minisztérium belső dokumentumára hivatkozva. A tárca később közleményt adott ki, hogy még nincs döntés a forrásokról, arról majd a brüsszeli bürokraták döntenek. A stúdióban Karácsony Gergely. Jó estét, főpolgármester úr! Jó estét kívánok! Van egy friss fordulat, az nem tudom, mennyire jutott el már önhöz. Csuha Ildikó kolléganőm tette közzé pár perccel ezelőtt, hogy megtalálták azt a dokumentumot, amit ön is kézbe tudott venni, de találtak egy másikat is, annak a 8. oldalán a prioritások között bizony ott szerepel Budapest, mint az Európai Uniós források egyik célállomása. Ha így nézzük, akkor nem történt semmi. De mi történt igazából? Hát az történt, hogy tavaly év vége felé kaptunk híreket azzal kapcsolatosan, hogy a kormány egy struktúrát javasolt az Európai Bizottságnak arra, hogy a következő költségvetési ciklusban hogyan osztják el Magyarországon az Európai Uniós forrásokat. És aztán jött ez a Népszava cikk, ami erre a konkrét dokumentumra utal, ami egyébként nekem is megvolt, úgy voltam vele, hogy nyilván majd előbb-utóbb a kormány fog tárgyalásokat kezdeményezni Budapesttel és más önkormányzatokkal az annak érdekében, hogy mi az elképzelés, hiszen az Európai Unió partnerségi alapelve alapján minden érintettel egyeztetni kell azokat a javaslatokat, amelyeket az Európai Bizottság elé visznek, és bár ez a költségvetés ugye a jövő évtől kezdődik, de hát ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, ameddig el lehet fogadtatni ezeket a pontokat. Úgyhogy én nem tulajdonítottam ennek a konkrét előadásnak olyan nagy jelentőséget, de most, amikor jött ez a cikk, meg a megkeresések ezzel kapcsolatosan, én is elővettem. Valóban szerepel egy ponton Budapest neve, de hát azért, hogy az prioritásként lenne kezelve, inkább föl van egy bullet point, ahol szerepel az a szó, hogy Budapest, hogy ez most mi hangzott el az előadáson, azt nehezen tudnám megmondani. De az biztos, és ez nem lehet vitatárgya szerintem, hogy ebben a javaslatban az szerepel, hogy három célterület van, amelyek persze fontosak, de nem az Európai Uniós prioritásokat követik, tehát nincs benne klímavédelem, nincs benne innováció, nincs benne mondjuk a társadalmi leszakadásnak a megállítása, vagy legalábbis nem ezeket a szavakat használja az anyag egyfelől. Másfelől pedig azt a gyakorlatot, hogy regionális operatív programok vannak, tehát különböző statisztikai régiókon belül valósulnak meg ezek a programok, amelyben egyébként Budapest jelenleg egy önálló régióként szerepel, hiszen az Európai Uniós statisztikák is külön veszik már Budapestet a magyar kormány kezdeményezésére. Ezek megszűnnek, tehát az egész belekerül egy nagy kalapba. Nyilvánvalóan van egy centralizáció, ami biztosan nem eredményez nagyobb hatékonyságot. Tehát ez biztosan, két dolgot biztosan tudunk. A budapesti operatív program ebben az anyagban kikerül, és azt is tudjuk, hogy velünk ezt nem egyeztette eddig senki. Remélem, hogy ez a vita alkalmas arra, hogy akkor ez most másféleképpen legyen, és biztos, hogy mi most már úgy érezem, hogy teljes joggal vetjük fel azt a kérdést, hogy ha a kormány tárgyal Brüsszelben az Európai Uniós forrásokról, akkor talán megkérdezhetném Budapestet itt arról, hogy szerintünk Budapesten mire kéne költeni azt a pénzt, ami persze kevesebb, mint az ország más részreír eső rész, hiszen Budapestnek a fejlettsége miatt eleve egy kisebb összeg érkezik, de az Budapest számára még mindig horribilisen sok pénz, és nyilván nagyon nem mindegy, hogy Budapest vezetése mind gondol arról, hogy ezeket mire kéne költeni. Hisz az Innovációs és Technológiai Minisztérium első emberének, aki azt mondja, hogy ez egy prezentáció, és a világon semmit nem jelent? Hát ez egy prezentáció, de a kormány prezentációja az ebben az értelemben én persze... Egy munkaanyag a sok közül mondta. Legyen így. Jó. Legyen így, és akkor beszéljük meg, hogy mire akarjuk költeni az Európai Uniós forrásokat, főleg azért, mert az Európai Unió fő prioritásai azok egybeesnek azokkal a prioritásokkal, amelyek miatt én megnyertem a választást, hiszen közösségi közlekedést szeretnénk fejleszteni, levegőminőséget szeretnénk javítani, zöldebb város szeretnénk, szociálisabb város szeretnénk, tehát egy innovatívabb várost, amely a nemzetközi gazdasági versenyben a tudásalapú gazdaság révén hely tud állni, tehát csupa olyan dolgot kívánunk Budapestnek, amihez az Európai Unió pénzt akar adni Magyarországnak, és valamilyen mértékben Budapestnek is. Ha nem úgy alakul, mint ahogy reméli a kormány viszonya ehhez a kérdéshez, akkor az az út, amit elkezdett különböző fővárosok vezetőivel, illetve az az út, amit elkezdett a közvetlen Brüsszel-Budapest kapcsolat kiépítésére lehet megoldás? Én azt gondolom, hogy a közvetlen forrásokra mindenképpen szükség van, akkor is, hogyha tökéletes összhangban lenne a magyar kormány és a fővárosi vezetés arról, hogy Budapestnek mire van szüksége az európai forrásokból. És valójában én ezt a vitát azért
szeretném elkerülni, mert én nem arra szeretném az energiáimat használni, hogy Brüsszel előtt a magyar kormány és a főváros vitatkozon arról, hogy a Budapesten mennyi pénzt és mire kell költeni. Én sokkal inkább dolgoznék a kormányon közösen azért, hogy újabb közvetlen források lehívásával még több pénzt hozzunk, tudjunk hozni Budapestre. Tehát igazából a közvetlen források azok persze a magyar belpolitikát ismerve elsősorban arról szólnak, hogy ez a város, illetve a többi város, amely politikai értelemben letért arról az útról, amit a nemzeti együttműködés rendszere jelent, ne legyen kiszolgáltatva, hiszen Budapest, és ez nagyon fontos, a Budapestnek a saját bevételei, hiszen az adó 98%-a nem nálunk landol, arra többé-kevésbé elég, de még arra sem mindig, hogy ez a város működjön, hogy üzemeljen. Az, hogy fejlesztések legyenek, az valamilyen külső forrásból kell csinálni. Na, ha már itt tartunk. És akkor ez vagy európai uniós forrás, vagy nemzeti kormányzati forrás, vagy pedig hitel, sajnos az elmúlt években 114 milliárd forintot vett föl a főváros annak érdekében, hogy a fejlődés ne álljon. Erre mondta Tarlós István múlt héten csütörtökön itt, hogy nem tudom, az a találkozott azzal az interjúval, amely arról szólt egyebek mellett, hogy az a 115 milliárd forintnyi hitel, annak egy jelentős része fel nem használt keret. Tehát a rendelkezésére áll, hogyha akarja. Nem, a 114 milliárd el van költve. És van még, egyébként tudunk még elutolsodni, hogyha akarunk, és sajnos muszáj lesz, mert... El van költve az utolsó fillér? Ezek le vannak kötve ezek. 114 milliárd forint van. Tehát költve. Azzal nem tudom mit kezdeni, azon kívül, hogy majd vissza kell fizetni. Hát egyszer vissza kell fizetnie a budapestieknek a bank felé. Na jó, hát ez egy partalan vita itt Tarlós István és ön között, úgyhogy ebben én nem tennék igazságot, nyilván a dokumentumok igazat mondanak. Lánchíd. Lánchíd. Az egy kényelmes helyzet Orbán Viktornak, hogyha például egy ilyen szimbolikus helyzetben, egy ilyen erős fővárosi szimbólumot jelentő építmény ügyében fel tudja mutatni az ön tehetetlenségét. Hogy itt van a Lánchíd, hát akkor csináljon vele valamit. Nem ez történik most? Hát feltéve, hogyha erre a városra úgy tekintünk, mint különböző politikusok homokozójára, ahol különböző várokat építünk, leromoljuk, és azt mondjuk a másiknak, hogy be, én vagyok az ügyesebb. Tehát nyilván a miniszterelnök sem így tekint Budapestre, én egészen biztosan nem. Ugye a Lánchíd az a polgári Budapest szimbóluma. Ez a város hamarosan 150 éves lesz. Tehát ha van alkalom, amikor azt gondolom, hogy a történelmi belvárost beleértve elsősorban a Lánchidat és a közvetlen környezetét, a rakpartokat, a Széchenyi teret, vagy a Clark Adam teret, érdemes újra gondolnunk, és szépen megújítanunk azt az örökséget, amit kaptunk az elődeintől, akkor szerintem most van. Bocsánat, arról biztosan nem az éppen nagyjából 100 napja hivatalma lévő új városvezetés tehet, hogy ezt a hídot 30 éve fel kellett volna újítani. Hogy ennek a hídnek a felújítására nagyon későn kezdtek el a munkálatok, és az előző városvezetés egy fel akkora összeget állított be, mint ami a közbeszerzésben kijött. Nyilván nekünk majd döntést kell hoznunk azzal, hogy forrás hiányában mit teszünk ebben a helyzetben. Ez nem lesz egy könnyű döntés. Van arra pénz a városnak, hogyha úgy alakul saját forrásait felhasználva, mégis felújítsa a Lánchidat? Hát abban az értelemben van, hogyha valami mást nem csinálunk, akkor persze. Gondolkozik rajta, hogy mi az a más? Hát nagyon hosszú lista van. Egy nagyon hosszú lista van azzal kapcsolatosan, hogy hová kellenének ilyen típusú plusz 10 milliárdok. Nyilván olyan döntést fogunk hozni, amely egy megalapozott döntés lesz, de én még nem adnék le arról a lehetőségről, hogy a kormány támogatását megnyerjük ennek az ügynek. Csak egy példát mondjuk, hogy nagy cselendéket érezzék a nézők. Tehát mondjuk most fejben mondom, és lehet, hogy nem pontosan, de a nagy cselendének valószínűleg pontosan. Tehát mondjuk a Várban a külügyminisztérium, amelynek egyébként jó helyen van most is, budai oldalon, annak az épületének a felépítése 50 milliárd forint. De mi csak 10-et kérünk a Lánchídra. Ami azt gondolom, 10 elég lenne? Nem, hát abban az értelemben lenne elég, hogy annyi hiányzik még. Egy dolgot mondjam meg, mert ez elindult egy vita. Ha sétáló híd lesz belőle, mint ahogy egyébként az nem feltétlenül egy rossz elképzelés. Szerintem ez jó elképzelés. Ugyanúgy fel kéne újítani, nem? Mert a gyalogosok, hogyha ott... Alattul se szakadjon le a hídon. Jönnek, mennek a hídon, azt igazán mondják, hogy az egy erősebb terhelés is lehet akár, bizony, mint mondjuk egy busz, amikor átmegy a hídon. Abszolút. Tehát önmagában itt volt egy kis félreértés ezzel kapcsolatosan, tehát hogyha sétáló hidat szeretnénk a Lánchídból, akkor is fel kéne újítani. Egyébként én azt gondolom, hogy ennek a hídnak, ami egy gyönyörű híd, nem olyan a kialakítás, ami egy klasszikus sétáló híddá alkalmasát teszi, tehát nem olyan, mint a Károly híd, amit sokan mondanak. Mert az is csak szokás kérdése, régen az sem sétáló híd volt. Hát igen, csak olyan a fizikai kialakítása, aki már sétált a Lánchídon mondjuk egy tüntetésen, amikor le volt zárva az autóforgalom, az tudja, hogy az út, ahol most az autók járnak, ott sétálni, az nem különösebben az a látvány, vagy az az érzés, amit várunk egy sétáló hídtól.
De ez egy érdekes vita, ami összességében azzal függ össze, hogy milyen lesz a belvárosnak a közlekedése, és mi biztosan szeretnénk, hogyha kevesebb autó, több zöld, több gyalogos lehetne ebben a legszűkebb részén a belvárosnak. Erősnek érzi annyira magát az önkormányzat most, hogy meglépjen egy nagyon drasztikus döntést? Például ezt, hogy a Lánchíd sétáló utcává, vagy sétáló híddá alakítása, sétáló utcákat eredményez mindkét oldalon, nyilván. Én azt gondolom, hogy ezt nem úgy fogjuk föl, hogy akkor van egy marha város, marha bátor főváros, ami szembe megy az emberek akaratával, és meglép valamit. Az emberek legalább annyira szeretnek egy jó levegői városban élni, mint autózni. Ráadásul egy olyan hídról beszélünk, aminek az autóforgalom szempontjából nagyon nagy jelentősége nincsen. Tehát mindenképpen olyan döntést szeretném meghozni, még akkor is, hogyha ez egy jelentősen más helyzetet eredményez, mint amiben most élünk, amit megbeszélünk az emberekkel. Nem vagyok a sok terápia híve, még azokban az ügyekben sem, amelyik azt gondolom, hogy előre vezetnek. Az emberek, meg fogjuk beszélni a budapestiekkel. Szerintem nagyon sok híve van annak, hogy a város legközepén ott inkább a gyalogosforgalmat és a város zöldítését kezdjük el, és aztán okos lépésekkel zöldítjük a város máshol is. 30 másodpercben a Kuka Holdinggal való konfliktusról halad valamerre az az ügy, vagy álló háború? Hát ne nevezzük háborúnak, de áll. És az nagyon fontos, hogy a miniszterelnök legutóbb múlt héten is, azóta én beszéltem telefonon Gulyás Gergely miniszterúrral is, világosá tette, hogy az Orbán-Tarlós megállapodás az érvényben van. Az Orbán-Tarlós megállapodásnak egy világos pontja az, hogy a főváros megkapja azt a pénzt, ami a Kuka Holdingból neki járt. Most akkor jelenleg partizánkodás zajlik a Kuka Holdingból? Nem tudom, mi zajlik. Én azt gondolom, hogy Magyarországot jelenleg Orbán Viktor vezetés, nem a Kuka Holding, tehát az a pénz jár a budapestieknek. Amit befizettek a személydíjra, az az ő pénzük, és az jár nekik vissza. Különben összefoglalni Magyarországon, a Budapesten a szemétszállítás, nem gondolom, hogy ez bárki szeretné. Ez biztosan így van. Főpolgármester úr, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.